Prémvadászok zenekar külföldön koncertezett egy különleges kampány arcaként, mondhatni hivatalos bandjeként. Erről is beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van Nedecki Zsolt és Halász Zsolt. Szervusztok! Szia. Legjobbakat, szia! Na, hogy megalapozzuk ezt a beszélgetést, legyen egy kis ismétlés. Pár hónappal ezelőtt már jártatok itt, beszéltünk a No Hate Speech Movementről. Mi is ez? Kampány ide, kampány oda, Európai Unió és így tovább. Nézzük át akkor a dolgot, hogy mi is ez. Na, röviden és velősen. Tehát az Európa Tanács 2,5 évvel ezelőtt indított egy kampányt, ez a No Hate Speech Movement, tehát a gyűlöletbeszéd elleni kampány, online kampány fiataloknak, tulajdonképpen az interneten terjedő gyűlöletbeszéd ellen emelte fel a szavát ez a kampány, és egész Európa, szinte egész Európa csatlakozott hozzá. Mi megtudtuk ezt a kampányt, jelesül pont azért, mert az egyik rokonom, jelesül a nagyobbik lányom ennek a kampánybizottságnak a tagja Budapesten, ő mondta ezt a kampányt, hogy apa, képzeld el, hogy van egy ilyen kampány. Az első gondolatom az volt, hogy kampány van, akkor lesz kampánydal is. Mondtam a fiúknak, mi a helyzet, tetszett mindenkinek ez az ötlet, úgyhogy megírtuk a kampánydalt, és viszonylag jól sikerült olyannyira, hogy mikor a magyar változatot megmutattuk a lányomnak, ő megmutatta a magyar kampánybizottságnak, ugye az volt a reflexió, hogy hát után angol, vagy nemzetközi kampány, Európa kampány, hát fordítsuk le angolul, hát két angol találva a csapatban, itt mellettem az egyik, ugye, Halász Zsolti, és ez jó ötlet volt, mert lefordították ők, megtanulta a csapat, felénekeltük, hát az meg még jobban tetszett, az angol verzió dallamosabb egy kicsit. Igen, itt volt az a pont, amikor kijutott. Már bocsánat, még egyetlen egy gondolat erejéig, hogy ebből láthattak már amúgy a nézők részleteket, így a beszélgetés előtt, de hát akkor átadom neked a szót, Zsolt. Hát igazából így kijutottad a Strasbourgba, és a kinti bizottságnak is nagyon tetszett, föl is raták a saját honlapjukra, és amikor Európa szerte ilyen no hate találkozók, vagy csúnya szóval eventek voltak, akkor ez a klip, meg ez a szám, ez mindig ott szerepelt. Akkor lényegében ilyen kampány népszerűsítő dalként titulálható, és egész Európában megismerték a hangotokat, arcotokat, neveteket. Így van, olyannyira, hogy ez volt az első dal, amivel a koncertet kezdtük, és döbbenten vettük észre, hogy rengetegen énekelték velünk, meg ismerték a dalt. Na de milyen koncerten? Beszéljünk erről, hiszen ugye én csak felcsigázásként annyit mondtam, hogy külföldön jártatok. Merre jártatok, és egyáltalán milyen apropóból? A május végén volt ennek a kampánynak a hivatalos záró konferenciája Strasbourgban. Ők 4 napot dolgoztak ezen, gyakorlatilag minden országból a kampánybizottságok beszámoltak az országok munkájáról, hogy ott mi történt, hogy történt. És a végén ugye volt egy záró buli, és minket ugye az Európa Tanács elnöke gyakorlatilag meghívott, hogy miután miénk a kampány népszerűsítő dal, és az egy nagyon befutott dal, szerették egész Európában, mit szólnánk hozzá, hogyha elmennénk oda, és adnánk egy 2 órás angol nyelvű koncertet lehetőleg. Ezt 2 héttel egyébként a buli előtt szóltak. Mondjuk tehát a zsíros kenyér című slágereteket meghallgatnám azért angolul. Hát erről sokat poénkodtunk. De hát leültünk, hát azért mi angol számokat, angol nyelv számokat játszottunk korábban, és csak össze kellett szedni a régieket. Ugye, és a 2 angol tanárnak volt bőven feladata. Tudnék, képzeld el, hogy a saját számainkból, amik ugye magyarul vannak ugye felvéve, eljátszva, elénekelve, hát ők a felét 2 hét alatt lefordították és megtanulták gyakorlatilag, úgyhogy a felét ott angolul adtuk el a sajátjainknak is, amire én speciál rettentően büszke vagyok. Zsolti meg annyira ézi szerényen bólogat, hogy hát igen, megcsináltuk, pedig ez egy tényleg nagyon nagy dolog. Hát jó volt vele munka, de azért csináltunk már ilyet, meg évek óta fordítgatok is. Tehát a kis újból kiretett. Jó, hát most nyilván egy dalszöveget rímeljen, szótak, tehát legyen a prozódia rendben, tehát azon azért dolgozni kell. Mondjuk, hogyha a zenekar nevét nem fordítottad le, akkor így angol tanárként, meg magyarként azért úgy fájlaltátok, hogy mondták ki a Prémvadászokat? Voltak ilyen vicces dolgok, vagy nem próbálkozott meg senki vele? Ilyen, talán ilyen nem. A Prémvadászokat nem mondták ki. Aha. Mi egyébként poénkodtunk, hogy ezt hogy kéne angolul, és a Trevor-t gondoltuk, hogy az illik a legjobban hozzá, de aztán végül maradtunk Prémvadászok. De a zsíros kenyér az ott előtte elmagyaráztuk a közönségnek, hogy ezt azért nem lehet fordítani, mert annyira hungarikum. Tehát itt azért történnek furcsa dolgok, a magyar emberek esznek furcsa dolgokat. Úgyhogy hát voltak ott olyan vallású népek is, ahol ugye a
disznóhús, meg egyéb nem igazán népszerű, úgyhogy amikor elmagyaráztuk, hogy ez gyakorlatilag hogy néz ki ez a kenyér a állati zsíradékkal, meg a hagymával, akkor volt, aki őrjöngött, volt, aki meg fújott, tehát elvitt a kézzelni. Hogy... Na de a nézők folyamatosan láthatnak különböző fotókat, és van egy indokolatlan panda az egyik képen, az hogy? Hát ott ilyen poénos figurák mászkáltak a hangulat kedvéért, és gondoltuk, hogy időnként odállunk és fotózkodunk velük egyet, ennek ennyi a poén része, semmi egyéb, de aranyosak voltak, meg jópofák voltak, meg képzeld el, hogy végig táncolták, énekelték gyakorlatilag az egész két órás koncertet, és akkor ilyen no-hater-es szíves kis lufikkal dobálóztak. Tehát komolyan mondom, egy olyan világba keveredtünk, amit sajnos itt Magyarországon azt nem nagyon tapasztaljuk meg. Ott nem voltak ráncok a homlokon, meg az arcokon, mindenki mosolygott, ez nagyon nagy élmény volt. Kaptok esetleg szerintetek visszahívást, vagy bármi hasonló, így felvetődött így a kapcsolatépítési részeknél? Hát reméljük. Sokan odajöttek a koncert után, még utána ment a zene, gépzene, odajöttek gratulálni, megköszönték a koncertet, nagyon jól érezték magukat. Hát úgy névékkártyákat nem nagyon osztogattunk, mert úgy olyan furcsa lett volna, de tehát tudják, hogy kik vagyunk, meg hogyha ugyanis azt nem mondtuk, hogy a végül is a négy napos konferencia azzal zárult, hogy ezt a kampányt még két évvel meghosszabbították. Tehát itt nem zárult le a dolog, úgyhogy azt mondhatom, hogy reménykedünk benne, hogy esetleg egy másik országba is kapunk meghívást. A kampány nem zárul, viszont a műsor igen. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Én azt mondom, hogy hajrá nektek továbbra is, prémvadászatra fel, hogyha mondhatom így. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gratulálok a kiruccanásotokhoz. 15 óra volt akkor mögöttetek, illetve előttetek. Úgyhogy kiváló muzsikátok, hogyha lesz, akkor várjuk. Mi kell, mi kell, mi kell.